Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Stratégia külön kiadása Pucza Istvánon a házigazdával, és vendégével Pomichá Krisztiánnal, az MCC felvidéki igazgatójával. Szervusz, szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan rendelkezésünkre állsz. Szervusz István, köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves nézőket is, és csak természetes, ahol tudok, segítek. A beszélgetésünk apropója az egy nagyon szomorú és nagyon megdöbbentő esemény. Itt az elmúlt órák, vagy elmúlt egy óra talán szinte mindenhol erről szól már, ugyanis egy merénylet kísérletet követtek el Robert Fico szlovák kormányfő ellen, amit eddig tudni lehet, és amit én láttam, hogy egy fegyveres merénylet volt, meglőtték, több helyen meglőtték, és akkor az első kérdésem az is lenne, hogy mit lehet tudni, mit láttok ti közelebbről, meg mit láttok ti a szlovák sajtón keresztül. Nézd, ahogy az ilyen és ehhez hasonló eseményeknél lenni szokott, 10 másodpercenként érkeznek a friss infók, amik aztán egy perccel később kiderülnek, hogy falsak is lehetnek. Amit biztosan tudunk, az az, hogy egyetlen magányos merénylő lőtte meg Robert Ficot Nyitrabányán, ez Handlová szlovákul ennek a településnek a neve, ez a Trencsén megyei, egyébként Szmeres bástyának számító bányászvároska. Itt tartott kihelyezett kormányülést a szlovák kormány, néhány miniszterrel és Robert Ficoval. Szlovákiában ugye ez most már évtizedes szokás, ez a kihelyezett kormányülés szinte havi, két-három havi rendszerességgel sor kerül erre. Az nagyon érdekes, ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen hazai pályán történt Ficoval ez az egész szörnyűség. Kormányülés után kiment köszönteni az embereket, néhány miniszterrel együtt. A hírek szerint a miniszterek minden probléma nélkül kezet fogtak a jelenlévő civilekkel, és amikor Robert Fico lépett oda az egyikükhöz, akkor eldördültek ezek a lövések. 4-5 lövésről szólnak a hírek, hasi, mellkasi, nyaki és fejsérüléseket is emlegetnek, hogy a valóság milyen pontos sérülése, illetve milyen állapotban Fico, azt nagyon nehéz megállapítani. Annyit tudni, hogy kritikus állapotban szállították a Besztercebányai Roosevelt kórházba mentő helikopterrel. Ez Nyitrabányától mondjuk egy 100 kilométernyi lehet, légvonalban még kevesebb. Hogy milyen állapotban, arról nem tudni semmit. Kollégáim írták közben, hogy a legutolsó információnk az, hogy 15 óra 52 perces, hogy túl van az életveszélyen. Nyilván bízunk benne, hogy valójában, most valóban így van. Sajtóértesülések szólnak erről, valószínűleg ez még nem egy hivatalos közlés. Így van. Nyilván ez egy furcsa és rossz kérdés is lesz egyszerre, de hogy benne volt-e a levegőbe ez? Hiszen ugye mi nyilván távolról követtük a szlovák választásokat, és azért meglepő volt, hogy elég felfokozott indulatok előzték meg, láthattunk ugye elég érdekes videókat, autóban rugdosódás és hasonló eseteket, de azért erre talán nem lehetett számítani, nem? Nem, abszolút nem. Azt azért érdemes kiemelni, hogy a szlovák parlamentarizmus, illetve a szlovák parlamenti élet azért jóval viharosabb, mint a magyar, de mondjuk az ukrán vagy a közép-keleti államok cipővel egymást ütlegelő politikusai, parlamenti képviselők azért Szlovákiában sem számítanak megszokott esetnek. Dulakodásra ugyan sor került már, az előző ciklusban vízzel locsolták egymást a képviselők, de az, hogy valami ilyesmire sor kerüljön, az egyáltalán nem volt benne a levegőben, azzal együtt, hogy nyilván rendkívül kiélezett most a választások előtt a belpolitikai helyzet, minden eddig él polarizáltabb a szlovák közélet, de hogy ez benne volt a levegőben, azt semmi esetre sem merném kijelenteni. Ez egy választási kampány, vagy választási időszak miatt egy ilyen figyelemfelhívás, vagy figyelemfelkeltés, vagy tehát, hogy minek tudható vajon be ez a merénylet? Mert ugye azért az EP választások ugye általánosságban, mivel európai szinten nézzük, nem a legfontosabb választások szoktak lenni, nem a legfontosabb választásokként szokták emlegetni, feltételezem Szlovákiában is így van ez. Ez olyannyira így van, István, hogy Szlovákia akárhányszor EP választásokat rendeztek, mindig a sereghajtó volt részvételi arányát tekintve, 13-20-25%-os részvételek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a választási kampány önmagában nem volt annyira kiélezett, sem nem volt a szokottnál durvább egyébként. Az, hogy Ficoék 4 év után visszatértek a hatalomba, és elkezdtek olyan államigazgatási, közigazgatási átalakításokat, amelyeket egyébként már korábban belengedtek az előző ciklusok során, de most jutottak el odáig. Ez kétségtelen, hogy az ellenzék részről nagyon aktív ellenállás szült. Csak egy példa, ma estére egyébként a szlovák közmédia tervezett kormánypárti átalakítás ellen tüntetést hívtak össze az ellenzéki pártok, amit most a merénylet hírére azonnal természetesen lemondtak. Tehát a tüntetések folyamatosak,
ezzel együtt azért tömegmozgalomról beszélni, túlzás, néhány száz, legfeljebb 1-2 ezer fős demonstrációk vannak a fővárosban, a 400-450 ezres Pozsonyban, tehát tömegmegmozdulásokról, tömeghangulatokról beszélni semmi esetre sincs értelme. Jelenlegi információink szerint Magányos Merénről van szó, a szlovák állampolgárról van szó, és azt lehet még tudni, két egymásnak ellentmondó információ, az egyik egy 71 éves nyugdíjas elkövetőről szól, a másik pedig egy középkorú 40-es elkövetőről, de a személy azonosságáról ezen kívül, az egymásnak ellentmondó információkon kívül más nem tudni. Lehet, hogy néhány óra fog majd eltenni, vagy akár egy nap is, mire gondolom a rendőrség így van. Hiány, nyilván ilyenkor vizsgálják, nyomoznak. Krisztián, említetted, hogy itt azért egy felfokozott helyzet alakult ki belpolitikailag, már csak azzal is, hogy Fico visszatért a hatalomba. Minek köszönhető ez a felfokozott helyzet? Annak az ő személyének, vagy pedig az, amit ő képvisel, és esetleg drasztikusan más képvisel, mint mondjuk a korábbi szlovák vezetés? Már a Mondinán néző is emlékeznek rá, hogy 2018-ban meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót és az ő mennyasszonyát. Akkoriban elementáris erejű népharag, azóta tudjuk, hogy rossz helyre irányzott népharag fordult a Smer kormány és kifejezetten Robert Fico személy ellen, hogy sokan nem gondolták, sőt alig gondolta valaki, hogy ő még valaha újra miniszterelnök lehet, vagy releváns politikus lehet. Az előző kormányok, a Matovic, Heger, illetve Ódor nevével idézőjelesen fémjelzett kormányok azonban olyan állapotokat teremtettek, hogy Fico simán behúzta a tavaly őszi választásokat, és stabil, és úgy néz ki egyelőre, hogy működő kormány tudott létrehozni, és egy stabil és működő kormány birtokában természetes és óhatatlan, hogy a vezető meglép olyan államigazgatási, közigazgatási átalakításokat, legyen az pozíciócsere, pozícióváltás, legyen az az egyébként valóban elfogult az ellenzékkel szemben pozitívan elfogult közmédia átalakítása, ami ellenállást szül. De hogy ez az ellenállás idáig fajul, azt szerintem senki a legmerészebb, legvadabb álmaiban sem gondolta volna. Mi az, ami most a leginkább meghatározza a szlovák belpolitikát? Mi a legnagyobb vita? Mi a leginkább vitás kérdés? Nézd, inkább sok kicsiről érdemes beszélni. Érdemes egy csomagként tekinteni ezekre az átalakításokra, amikről beszéltem. A legfőbb ügyész pozíciójával kapcsolatban, akkor a közmédia felépítésével kapcsolatban, személycserék, több tucatnyi felsővezető lecseréléséről van szó. Szóval most tárgyalta volna ma egyébként a parlament a közmédia átalakításáról vonatkozó törvénymódosításokat, a parlament ülés természetesen megszakították. Az a helyzet, hogy mindkét oldalról nagyon kiélezték, a nagyon kiélezett retorikát folytatott, úgy az ellenzék, mint egyébként a kormánypártok is. Ugyanakkor az ellenzék retorikája, illetve szándékai képességei azt mutatták, hogy nem tudják megrengetni Fico és a Ficoba vetett bizalmat, illetve Fico támogatottságát, egyértelműen az EP választások esélyese is. A Smer, illetve a másik két koalíciós párt, a Hlas és az SNS voltak. Hogyha beszélünk egy picit a háború kérdéséről, nyilván Magyarországról nézve úgy tűnik, mintha ott Szlovákiában is ez egy megosztó kérdés lenne. Megosztó társadalmi kérdés, meg megosztó politikai kérdés. Jól látjuk, jól érzékeljük ezt, hogy napirenden van ez a kérdés, napirenden van a téma? Abszolút napirenden van, megosztónak ugyanakkor nem nevezném. Én azt gondolom, hogy ha az ember kilép a média buborékból, a liberális vagy nyugatos mainstream média buborékjából, akkor ez nem egy megosztó kérdés. A szlovák állampolgárok túlnyomó többsége elutasítja a háborút és békepárti álláspontot képvisel. Érdemes a magyar nézőknek azt megértenie, hogy a volt kisantant, vagy a trianoni utódállamok nemzetei népei közül a szlovák az, amelyik leginkább hasonlít a magyarra, úgy habitusában, legyen az vallási, etnikai, bármi egyéb, de habitusát tekintve is abszolút. Tehát a szlovák is egy kifejezetten békepárti, a háborút elutasító nemzet, és a közvélekedés is ilyen. Az más kérdés, hogy a liberális lapok véleményvezérei és véleményformálói mit írnak. Más kérdés, hogy az ellenzéki pártok vezetőpolitikusai mit mondanak, de Fico választási győzelme, vagy akár a közösségi médiában érezhető hangulat, az teljesen egyértelmű, Szlovákia elutasítja a háborút. Ficónak a politikája tulajdonképpen, a háború ellenes logika és békepárti logika? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én, ha röviden szeretném összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy Ficóik ugyan egészen más oldalról, de ugyanazokhoz a válaszokhoz jutottak el a
az Európa, illetve Közép-Európa sorsát érintő kérdésekben, mint a magyar kormány. A magyar kormány egy nemzeti konzervatív alapállásból jut el, a szuverén államok fontosságát, a békepártiságot hangsúlyozó álláspontra, míg Ficóék egy baloldali, leginkább, hát ha muszáj skatujázunk, akkor szociáldemokrata oldalról jutnak el, de nem véletlen, hogy ugyanazokra a kihívásokra és fontos problémákra gyakorlatilag, hát ha nem is ugyanaz, de nagyon hasonló válaszokat adnak. Fico pontosan belátta, hogy milyen veszélyeket rejt. Nem csak a háború, hanem az azzal járó gazdasági válság, illetve a gazdasági nehézségek Szlovákiára. Pontosan látja, hogy Szlovákia szuverenitása ugyanúgy veszélybe kerül azáltal, hogyha Brüsszelben az EP, vagy az idei EP választásokon nem a szuverenitást, illetve a nemzetek Európáját, hanem a föderatív Európát támogató erők kerülnek fölénybe, és természetes, hogy hasonló válaszokat adott. Más kérdés, hogy az ő eszközei azért eltérnek a magyarországiaktól. De említetted, hogy egy szociáldemokrata politikusról van szó, ugye mégis mondjuk, hogyha nemzeti szuverenitás, meg nemzeti alapokon áll. Mit lehet arról tudni, nyilván itt a magyar nézők, hallgatók nem biztos, hogy tisztában vannak vele, hogyha mondjuk Ficót el kell helyezni az európai térben, az európai politikai térben, akkor melyik politikus, mely politikusokat említenél, meg melyik pártcsaládot, vagy akár pártcsaládokat említenél, amelyek közel állnak hozzá. Ugye nyilván itt most sokan várják ezt a nagy helyezkedést a következő Európai Parlamentben, sokan mondják azt, hogy nem biztos, hogy az eddig megszokott hagyományos klasszikus felosztások lesznek majd, és az eddig megszokott frakciók lesznek majd. Ficóék pártja a Smer SZD, az az SZD egyébként pont a szociáldemokráciának a rövidítése. Ficóék pártja a legnagyobb baloldali EP frakcióban foglalt helyet sokáig, aztán most nemrégiben fölfüggesztették az ő tagságukat. Arról egyenről nem volt szó, vagy legalábbis kevés szó esett, hogy az EP-be magukat delegáló szmeres képviselők melyik frakcióba ülnének be. Ez igazából nem is volt tulajdonképpen különösebben téma, a nagy közönség nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nagyon nehéz a kérdésedre válaszolni, ugyanis a baloldali szocdem talajról vagy alapokról indulva szuverenitási politikát folytatni, hát én nem nagyon tudnék erre most így hirtelen európai példát, legfeljebb néhány kisebb marginális nyugat-európai szélső baloldali párttal lehetne rokonítani, de ezek meg annyira nem tényezők, hogy furcsa lenne párhuzamba állítani egy kormányfőt mondjuk egy 4-5%-os, nem tudom, egy spanyol szélső bal párttal. Ugyanakkor Fico egy rendkívül pragmatikus politikus, ezt meg kell érteni. Kiválóan méri föl az aktuális közhangulatot, pontosan látja, hogy milyen problémák foglalkoztatják az embereket, és hát politikusként erre természetes, hogy olyan válaszokat ad, amelyek találkoznak az emberek, minél több ember, minél több választó véleményével. Ezt most csúnya szóval szokás populizmusnak, lenézően populizmusnak nevezni. Én inkább azt gondolnám, hogy ha már a demokráciával vagyunk megáldva, mint államberendezkedési rendszerrel, akkor ez annak a kihasználása és a demokrácia adta lehetőségekkel való élés, hogy csúnyán fogalmazzak. Van ugye itt egy speciális kérdés, egy speciális nézőpont. Ez a nézőpont pedig az, hogy magyar szemszögből, és felvidéki magyar szemszögből Ficót hogy lehetne jellemezni? Hiszen azért láthattuk itt az elmúlt időszakban, hogy elmúlt években, évtizedekben különböző próbálkozások voltak, hogy a magyar kisebbség megszervezze magát politikai tényezőként. Ugye ennek az elmúlt közelmúltban egyértelműen nem igazán mutatkoztak sikerei meg jelei, hogy akkor ebből itt nagy áttör is lehetne elérni. Ficó hogy tekint a magyarokra? A magyarok hogy tekintenek Ficóra? Ez egy nagyon érdekes kérdés már megint. Nézd, Ficó felvidéki magyarsággal szemben tanúsított tetteit, lépését az elmúlt évtizedekből, hát pozitív jelzővel illetni lehetetlen. Olyan gondolunk a kettős állampolgársággal kapcsolatos törvény, amit még azóta sem rakott helyre a szlovák parlament, ma is gyakorlatilag lehetetlen egy felvidéki magyar számára érdemben fölvenni a magyar állampolgárságot is. Gondolunk Malina Hedvig, a nyitrai diáklány ügyére, akit soviniszták bántalmaztak és megvertek, majd Fico és az ő kormánya ezt az egész ügyet eltusolta. Ha arra gondolunk, hogy 2008-ban a DAC szurkolókat a Dunaszerdai stadionban felsőbb utasításra összeverték a komandósok. Jó magam is ott voltam ezen a mérkőzésen egyébként. Nem lehet Ficót felvidéki magyar szemmel egyértelműen pozitívan megítélni. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos, és nem szabad róla megfeledkezni, megint itt van ez a csúnya szó, ez a pragmatizmus. Jelen állás szerint Európa jövőjéért, vagy akár a térségünk jövőjéért folytatott politikai küzdelemben Fico egyértelműen azon az oldalon áll, azon értékek mentén politizál, amelyekben nemzeti konzervatív emberként mi is hiszünk. Hogy most ő ezt számításból teszi, vagy meggyőződésből,
tulajdonképpen mindegy. A pragmatikus gondolkodás az diktálja, hogy mindezeket, amiket itt elmondtam, szem előtt tartva, de együtt kell velük működni a szükséges és fontos ügyekben. Van ugye egy érdekes kérdés, izgalmas kérdés, ha már nemzeti alapon állást mondtál, és mondjuk úgy, hogy magyar nézőpontból, meg hát közép-európai nézőpontból meghatározó, és nem érdemes elmenni és felfrissíteni, talán a nézőink, hallgatóink, meg részben az én saját emlékeimet is a migráció kérdéséről. Mert hogy ugye ebben a kérdésben is, ha jól tudom, Ficó nem a szokásos, meg a megszokott baloldali szociáldemokrata álláspontot képviseli, hanem ott is azért egy azzal merőben, vagy legalábbis részben mindenképpen más megközelítést alkalmaz. Ez valóban így van, és tulajdonképpen ugyanoda tudok visszatérni, amiről korábban migráción kívül más problémákról beszéltünk, hogy arról van szó, hogy Fico pontosan látja, hogy a szlovák nép, a szlovák nemzet, a szlovák átlagpolgár hogy ítéli meg, miként ítéli meg a migrációt. Ezáltal teljesen természetes az ő részéről, hogy a migrációt elutasító politikát folytat, hiszen ez nem csak politikailag hasznos számára, látjuk, megnyerte a választásokat, hanem én azt gondolom, hogy ez az ő gondolkodásában is, tehát hogy ez pont egy olyan kérdés, ami szerintem neki zsigerből jön, és zsigerből érkezik az az elutasítás a jelenlegi migrációs politikával, az ellenőrizetlen bevándorlással szemben. Beszélgettünk ugye itt Ficónak a személyéről, de csak részben érintettük az ellenségeit, vagy ellenfeleit, beszéljünk inkább ellenfeleiről politikailag. Kik azok, akik a legnagyobb kihívói? És most nem csupán pártokra vagyok kíváncsi, hanem politikai oldalakra, meg politikai nézőpontokra. Ez azért is nehezen megválaszolható kérdés, mert a magyar választó, vagy a közélet iránt érdeklődő magyar olvasónak nehéz megértenie, hogy ez a klasszikus jobboldali-baloldali felosztás, ez kissé másként működik Szlovákiában. Látjuk, hogy itt a baloldali szocdem politikusok adnak nemzeti, szuverenitáspárti válaszokat azokra a kérdésekre, amelyekre itthon, bocsánat, Magyarországon a jobboldali nemzeti konzervatív politikusok. Ugyanakkor a jobboldali kereszténydemokrata párt, amely most újra parlamenti párt lett, a kereszténydemokrata szövetség, az legyen akár a genderkérdés, legyen akár Szlovákia európai jövője, olyan válaszokat ad, amit mi a magyar választó inkább az ellenzéki pártoktól, ott is a baloldalra húzó ellenzéki pártoktól várna. Ezzel együtt mára tulajdonképpen az ellenzéki térfélen egyetlen párt, vagy egyetlen érdemi kihívója maradt Robert Ficónak, ez a Progresszív Szlovákia. Egy kifejezetten neoliberális, a neve is mutatja, progresszív, a föderális Európát támogató politikát folytató, klasszikusan, talán a Momentumhoz, vagy a korábbi SZDSZ-hez hasonlítható, hogy a magyar olvasó is el tudja őket helyezni valahol a politikai térképen, szóval hozzájuk hasonlító politikát folytatnak. Azzal együtt, hogy a koalíciós tárgyalások idején, a választások után nem sokkal, néhány nap után kiderült, hogy nincs érdemi esélyük kormányt alakítani, annak ellenére sem, hogy ők lettek a másodikok ugye a parlamenti választáson. Ezzel együtt az EP választásokon előfordulhat, hogy meglepő sikert aratnak, ők ugye a korábbi kormányfőt, az egyébként magyar származású Ódor Lajost indítják listavezetőként. Utolsó kérdésem, és talán a legnehezebb kérdésem az lenne, ugye nem látjuk neki pontosan, mi történt, meg mi történik, mik a motivációk. Nyilván bízunk abban, hogy a miniszterelnök jól fog tudni ebből kikeveredni, és fel fog tudni épülni. De hát itt ugye felvetődik a kérdés, és akkor itt automatikusan a varázsgömböret kellene előhívnunk, ez pedig az, hogy az EP választási kampányra ez milyen hatást gyakorolhat. Nyilván tényleg egy fél órával, vagy órával vagyunk maximum menélet után, nagyon nehéz ilyenkor jósolni, de azért lehet-e valamit látni, hiszen azért mi azt figyeljük, hogy egymás után szólnak meg a politikusok, európai politikusok is, ugye Orbán Viktor és Donald Tusk is megszólalt már, remélik, hogy minél hamarabb felépül a szlovák kormányfő, Ursula von der Leyen nagyon határozottan ítélte el itt a lépéseket, tehát ugye megszólalt itt ugye a szlovák politika is, Andrej Danko, sokan mások, tehát látszanak ugye itt Péter Pellegrini. Mi történhet szerinted? Milyen szenáriók vannak? Azt szokták mondani, hogy jósolni különösen nehéz, ami a jövőt illeti. Nézd, ha pusztán politika, és félretesszük ennek az egész szörnyűségnek az emberi oldalát, akkor politikai szempontból az egyébként is esélyes
Smer számára lehet, hogy ez, hát keresem azt a szót, amivel emberi választ tudok adni erre a kérdésre. Tehát politikai szempontból a Smer számára lehet, hogy plusz százalékokat jelent majd a ma történt merénylet, függetlenül attól is innen is kívánjuk teljesen természetes emberi gesztusként Robert Ficónak a felépülést. Függetlenül ennek az egész szörnyűségnek a kimenetelétől én azt gondolom, hogy az már számára, de egy egyébként is megnyert, vélhetően egyébként is megnyert választásokon jelent majd plusz néhány százalékot. Az biztos, hogy a részvétel fokozódni fog. Az a negatív rekord, 13% volt a negatív rekord a választási részvételi arány. Ez, ha jól emlékszem, a 2014-es EP választások idején. Az biztos, hogy 30, akár 40%-ot is elérhet, ami majdnem a duplája az eddigi átlagoknak. Egy dologtól kell tartani, ami szerintem a szlovák közéletre veszélyt jelent, illetve a mindennapokra, az, hogy ez az egyébként is éles politikai diskurzus, amely most már nem csak a politikusok szintjén, de a közéleti szinten is, az emberek közötti kapcsolatokban is megnyilvánul, ez tovább fog élesedni, és ez óriási baj. Már akkor is, ha csak a szavak után mondjuk egy pofon formájában fejeződik ki az egyetemértés, már az is óriási probléma, és ez olyan társadalmi láncreakciókat indíthat el, ami ellen mindenképp fel kell lépni minden józan politikusnak, amiket itt említettél, ugyanígy egyébként a szlovák ellenzéki politikusok is támogatásukról biztosították Robert Ficot, ez az ilyenkor elvárható minimális emberi gesztus szerintem. Vigyázó szemünket akkor majd Pozsonyra, illetve a szlovák politikára vetjük. Pomichál Krisztián, az MCC Fevelék igazgatója, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan rendelkezésünkre álltál és elmondtad ezeket. És köszönjük szépen a Mondi nézőinek és hallgatóinak, hogy már is követtek, hallgattak bennünket. Igyekszünk felzárkózni és követni a híreket, kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is. Addig is viszont látásra, viszont hallásra. Viszont